8 tagintézmény, 37 osztály, 978 tanuló. A 2019-es 2020-as tanévben ennyien végezték el az első segélynyújtás képzést, mely a Szolnok önkormányzata, a Szolnoki Tankerületi Központ, a Szolnoki Szakképzési Centrum és az Országos Mentőszolgálat megállapodása alapján indult el. A résztvevők elsajátíthatták az első segélynyújtás alapjait, ma pedig a tanfolyamot sikerrel elvégző több mint 100 középiskolás vehette át az ezt tanúsító oklevelet a Vásárhelyi Pál tagintézmény tornatermében. Az eseményen köszöntőt mondott Polgár Piroska, a Szolnoki Szakképzési Centrum szakmai főigazgató helyettese. A tanúsítványokat a város önkormányzata készítette el. A bizonyítványokat Györfi Mihály alpolgármester adta át a tanfolyamot végzett diákoknak.